Az első magyar-európai uniós elnökség sikerrel zárul, és a magyar vezetőség szerint nagy esemény, hogy most két közép-európai ország van az unió figyelmének középpontjában. Már az elmúlt időszakban is sok-sok tapasztalatot adtunk át a lengyel elnökségnek. Nem volt olyan hét, hogy lengyel delegáció ne érkezett volna Magyarországra, akikkel megoszthattuk tapasztalatainkat. Mi azt kívánjuk a soron következő elnökségnek, hogy azokat a Magyarországon elkezdett ügyeket folytassák tovább, eredménnyel zárják le, amelyeket mi nem tudtunk befejezni. A keleti partnerség szellemében az ajándék három hordót a kárpátaljai Salánkon hagyományos módszerekkel egy több száz éves tölgyfából készítették. Mindhárom hordóra az érintett országok címereit faragták. Hosszú utat tesz meg ez a bor, illetve hát a boros hordó, ugyanis az állomás, a végállomás majd Varsó lesz. Varsó főterén kerül átadásra a legnagyobb hordó, amelyre egyébként elhelyeztük azt a nemzeti színszalagot, amelyre Nyíregyháza felirat kerül, és szeretnénk üdvözletünket küldeni az Európai Unió soros elnöksége alkalmából a lengyeleknek, a varsóiaknak. A második, az 50 literes hordó egyik oldalán a magyar és ukrán címerek láthatók. Ennek átadása Varsóban történik az ottani ukrán nagykövet részére. A harmadik, körülbelül 70 literes csapravert hordóból a budapesti elnökség záró ceremóniáján fogyasztanak a vendégek a tokai borból. Ennek egyik oldalára a magyar elnökségi logót vésték. Ezek a szimbolikus ajándékok a lengyel-magyar kapcsolatokat erősítik majd. A mi kapcsolataink itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán igazán hatékonyak és aktívak a kárpátaljai térséggel, a lengyel térséggel, lengyel ország Zsesov testvérvárosa Nyíregyházának, Ungvár, Beregszász szintén testvérvárosa Nyíregyházának, hogy ezekre a helyi kapcsolatokra, regionális kapcsolatokra építve Közép-Európát meg lehet erősíteni, és azt kívánjuk a lengyeleknek, hogy hasonlóan sikeres EU elnökséget bonyolítsanak le, mint Magyarország. A megyeszékhely főteréről a borokat diplomáciai kísérettel tovább szállítják többek között Ungvárra, majd július 1-én Varsóban adják át az ajándékot.